Sziasztok! Irány Magyarország, vagyis majdnem egy hónap leszek Európában, de az első pár nap Magyarországon, ez az a legrövidebb idő, amit töltök Budapesten. Ez, ami most látok, ez Miami fölött van. Miamiból repültünk, Isztambulba volt átszállás. Itt vettem egy cipőt Nike-ba, mert nálunk majdnem nem lehet kapni. És a lounge-ba elég jó kaja volt. Ez mind ingyen van, mert nekünk van Priority Pass, vagy hogyha business classbe repülsz, akkor ugyanúgy ingyen bejöhetsz. Ide értünk késő este, rögtön mentünk aludni, és reggel erre keltem, a Hiltonba szálltam, ami az opera mellett volt, és nagyon érdekes volt így benézni más embereknek lakásba. Jó reggelt Magyarországból, első nap, fogorvos. Ez a Nike cipő, amit vettem, ami nagyon jó, hogy megvettem, mert esett majdnem minden nap, és minden nap esett, csak egy nap nem esett, ami másik része ennek a videónak lesz, mert az, amit cipőben mi jöttem, és hoztam szandálokat, mind átázott volna. A reggeli jött a szállodával, Hilton Európában, nekik vannak a legjobb reggeliük, Amerikában utálom a Hiltont. A reggeli olyan undorító, a tojás porból van, és hetetlen dolgok, de Európában mindig nagyon jó reggeliük van. Aztán sétáltunk a Medicoverba, mert ott csinálunk legtöbb ilyen orvosi dolgokat, vérteszt, allergiateszt, fogorvos, ez az amaz. Ez volt a outfitem. Itt vagyok Medicoverbe, most a fogorvosi részénél, és mindig, amikor itt vagyok, nem tudom megérteni, hogy lehet ilyen szép, egy ilyen hely. Nálunk Amerikában főleg fogorvosnál ilyen elég csöves kinézetű. Itt meg ilyen, mintha valami luxus hotelben lennék. Elmentünk spárba. Keresek a Mövenpick joghurtot, ami múltkor ettem, de most nem volt, úgyhogy kell máshol nézni. De ettem egy pár dolgot, csak hogy már legyen nálam. Párizsi, nosztalgia párizsi, ez hívott az én nevemet, hogy vegyek párizsit. Nem hallottam én, igen. Ez egy ilyen, azt írja, hogy családi méret, de ez nekem egy ülésre, egyszer leülök, és az egy egészre megeszem, úgyhogy nem tudom, hogy milyen családnak ez van. Nem is adsz? Nem. Láttam egy ilyen fehér csak is Balaton, ezt szerintem múltkor nem láttam. Ez egy új dolog, amit még nem próbáltam ki. Az fekete csoki. Ezt se láttam múltkor. Múltkor vettem a zöldet, a pisztációs, az elég jó volt, de láttam az a Express csoki, az újdonság. Fehér sportszelet. Madártejes Túró Rudi. Kókuszos Túró Rudi. Nem találtam azt a pumpkin spice. Még, de vadászok rá. Ez újdonság nekem, egy cseresznyi és pingui. Ez most a múltkor vettem a epres, most a szilvás, egy sima kinder pingui, egy marcipán útra. Ezt még nem próbáltam ki, szerintem múltkor láttam, de nem vettem. Madártejital, paprika, még egy csoki, egy ilyen sült krumpli ízesítő. Ezt imádjuk, és itt kétszer olcsóbb, mint kint, úgyhogy ezt vettünk, szóval mai vásárlás. És még keresem a málnás Fanta. Meg kell kóstolnom ezt a párizsit. Nem volt sok választás párizsira. Az jó, de nem ugyanolyan. Nem. Nem, de nem olyan nagyon sós. Nekem is nagyon jó. Nagyon sós. Nem tetszik nekem ez. Megpróbálom ezt a madártejet. Amerikában nem csinálok ilyen kupakot. Szerintem kéne bele több vanilla extract. Kicsit túl tejízű. Látom az arcodon, hogy nem jó. De rögtön mondaná, wow. Most így ilyen... Például a Mövenpick az ugyanilyen custard, annak erősebb vanília íze van. Finom, de nem olyan finom, mint az a Mövenpickes.
Befejeztük az első rész az orvosokkal, és menni kellett valamit enni. Kis harangba mindig bejövök, mert nagyon jó kaja van, és azt tetszik, hogy lehet kisebb vagy nagyobb adag rendelni. Általában majdnem mindenből úgy van ott két ár, és az egyik kisebb, másik nagyobb, és ez pont bazilika mellett van, és szerintem nagyon jó ár ahhoz képest, hogy hol van, és a más éttermek, ami mellette vannak, ahhoz képest elég olcsó. Az első dolog soproni, majdnem akkora volt, mint a fejem. Itt mindig jó dolgok vannak. Anyám kért egy ilyen káposztás tésztát, én meg kértem a bakonyit. Isteni jó volt. Kéne ilyet csinálom otthon. Általában mindig csak paprikás csinálok. Paprikás csirke, de ezt megpróbálom legközelebb. Ki is tudnám nyalni ezt a tányért, olyan jó volt, de nem akarom, hogy furán néznek rám. Megkóstolom ezt a tororodét. Vagyis ez egy ilyen tejsütő. Mega csoki! 132 kalória. Oh! Nagyobb, mint gondoltam. Finom? Teljesen más, mint a túrórudi. Nagyon enyhe, mint a tejszín. Nagyon hasonlít Kinder Pingvire. Majdnem olyan ugyanolyan, mint Kinder Pingvi. Csak Kinder Pingvinek van még itt csoki a közepén. Viszont nagyon tetszik, hogy milyen vékony a csoki kívül. Nézd, milyen vékony. Ez ott mindig vékony. Ez egy új dolog, ez Turo Ruditól. Gondoltam, az a Pingvi. Ez Turo Rudi ilyet. De csak a Pingvi is vettem. Azt is vettem. Most el volt. Ezt meg lehet venni. Jó reggel Budapestről, ma megyünk Szentendrére. Ott még szerintem soha nem voltam, úgyhogy izgatott vagyok. Viszont kérdeztem, hogy hol legyek tőletek, és nagyon sokan mondtak a lángost, úgyhogy szerintem azt, tuti, azt fogom most kipróbálni. Ezt félre mondtam, ott Szentendrén van egy étterem, aminek az a neve, hogy lángos. Persze, hogy ettem már lángos régen. Mikor gyerek volt, hogy második osztály, itt estem be. Most már nem olyan vastag ott. Vonatkozott is a sínek oda, majdnem, hogy nem lenne hátitáskát, annyi lenne neked. Végül is Szentendrén nem ettünk, mert tele voltunk még mindig a reggelivel. Szóval visszamentünk a városba, Budapestre, és akartunk elmenni az Auguszt cukrászdába, ami elég messze van, de viszont találtam, hogy belvárosban van egy másik helyük, és itt van a legjobb puncstorta, vagyis a másik helyen. Ezen a helyen, ez a csarnok mellett van valahol ott körülötte, alig volt valami, és amúgy ez elég drága cukrászda. Viszont ha nincs puncsos torta, akkor valami marcipános keresek. Az egyetlen marcipános volt ilyen csokis marcipános, és hát megettem a tetejét, és kikapartam belőle marcipán dolgokat. Nem volt valami jó. Szóval nem volt szerencsém ezzel most sajnos, de nem baj, mert megyünk lángosért. A retro lángos. Ott van a legjobb lángos. Bármit mondtok. Nézzétek, mit találtam. A pumpkin spice.
Bármit tudok mondani, szerintem itt van a legjobb lángos. Mindig eljövök ide, ha Magyarországon vagyok, mert nagyon tetszik az, hogy a kolbász rá teszik a tetején, és sült kolbász ugyanúgy csinálom. Ez parasz kolbász volt, de én használok gyulait otthon, ugyanúgy megsütöm, és a szendvicsen eszem, mint melegen. Imádom. Mit akartam még mondani? Ó, még mindig nem találtam azt a Mövenpick pudingot. Nem tudom, hogy milyen kolbász használnak itt, de isteni jó. Nagyon jó. És szerintem én vagyok itt az egyetlen, aki villa is késsel eszik. Nem, én láttam már sebben. Ugyanolyan bolond, mint te. Vagy nem tudok harapni, mert új fogszabályzó van benn. És az első fogra fáj nagyon. Ez hülye kifogás. Langos kell kézzelni. Ennyi. Ezzel nem tudok harapni, úgyhogy villával eszek, mint egy lady. Amúgy nagyon jó. És olyan sok sajt van benne, legalább 2,5 pohár. Villa késő nem is ízlik magyarosan. Ah, és itt van egy ilyen meggyes sör, ez a tréher. Azt mondja, mint a lady, és a parasztus kaját eszel a parasztusban. Igen, ennek az olyan parasztus. Én most voltam a West Endbe, és vettem egy gatyát, ami ugyanúgy néz ki, mint ami rajtam van, csak Nike. Csak jobb néz ki. És minden ruhám ugyanolyan, minden táskám ugyanolyan. Bejöttem Primába. Szerintem ide nekem nem szabad jönni. Mindent. Itt van a Cortel Hotel, és nézzétek, ebbe itt laktunk. Megtetegén. Megkóstoljuk a Pumpkin Spice Turrudi, de elmentem Westendbe, kerestem egy ilyen dugót és egy ilyen Nike cipőt, és tele ilyen beatbe fülhallgató dugó, és bemegyünk egy ilyen aktors boltba, és a fiú, oh, téged ismerlek YouTube-ból? Szia! Szóval, Pumpkin Spice. Olyan illat van, mint a szaloncukornak. Látszik, hogy olyan friss a csoki, csak most jött ki. Más boltban nem láttam, csak ebbe az egybe. Hasonlít a pumpkin spice cream cheesecake-re, ami az olyan, hogy mondják magyarul. Sajtkrémes torta. Viszont nincs olyan erős íze. Mert általában ilyen dolgoknak nagyon erős ilyen kémiai íze van, ennek olyan nagyon-nagyon lágy és narancssárga belül. Nagyon furcsa. Úgy ízlik, nekem a pszichológiai dolog, hogy már úgy hozzászoktam a normális túrórulihoz, annak az ízére gondolkodok, és ezt kapok. Azt meg lehet érteni. Mint amikor valamihez nagyon hozzászoktál, utána eszel valami másféle íz ugyanabból. Wow, kell ide botoxálni. Ugye egyszer enni. Oké. Nagyon lágy pumpkin spice íze van. És nem tudom, hogy érzem magam erről a narancssárga színről. Én megeszem persze. Szerintem rájöttem, miért nem ízlik. Mert túróval ilyen dolgok nem illenek hozzá. Túróhoz inkább lágy, gyümölcsös, ilyen friss ízek illenek, mint például az epres. Vagy van még ilyen fekete ribizlis is, azt hiszem, meg a barackos. Ilyen lágy, friss ízek. Küldtem képet Mercedesnek, barátomnak, és most ő is akar kipróbálni. Érdekes, de nem vennék még egyszer. Viszont van madárteljes meg a hűtőben. Oké, szerintem a második nap itt befejezem. Még most se találtam azt a Mövenpick puding, amit keresek. De remélhetem holnap. Szóval, így csak két videó lesz Magyarországból. Azután megyünk Venice-be és Franciaországba. Ja, eddig ennyi. Szóval, jó éjszakát!